Nyugat-Európában már a 90-es évek elején megkezdődtek az új technológia első kísérleti adásai. A rendszeres műsorszórás 1998-ban először Nagy-Britanniában indult meg. Ezt Spanyolország, Svédország, majd Finnország követte. Az Antenna Hungária kezdettől fogva figyelemmel kísérte a külföldi törekvéseket, és a technikai előkészületek az idén ősszel tették lehetővé a Digital Video Broadcasting Terrestrial, vagyis DVB-T adóberendezés üzembe helyezését. Az új rendszer egyik legfontosabb előnye a mobilitás. A néző ülhet villamoson, vagy autópályán száguldó gépkocsiban, a vétel mégis mindig kiváló, nincs szellemkép vagy színtorzulás. A sajtó munkatársai részére mindezt egy városi busz utazáson mutatták be. A digitális vételhez egyes hordozható vevőkészülékek nem igényelnek tetőantennát, az analóg vétellel szemben egy 10 cm-es botantenna is elég a tökéletes képminőséghez. Ennél is fontosabb, hogy a digitális televíziózás nagyon gazdaságos sugárzási módszer, rendkívül hatékonyan bánik a frekvenciákkal. Egy földi analóg adás helyén akár 4-6 digitális is sugározható. Az ORTT, valamint a miniszterelnöki hivatal informatikai kormánybiztossága által támogatott új technológia a szakemberek szerint 2005-ben juthat el minden lakásba. Ennek családokra, háztartásokra bontott költségéről azonban még korai beszélni. A technika az alkalmas arra, hogy ne kelljen az összes régi vevőkészüléket eldobni, hanem ez a set-top box, amit mi is bemutattunk itt a buszon, ez alkalmas arra, hogy a meglevő digitális jeleket konvertálja analóg jellé, tehát a meglevő tévék elé, hogyha ezt beteszik, akkor lehet venni a meglevő televíziókészülékeken is a digitális műsort. Természetesen vannak olyan készülékek már, és azt gondoljuk, ezek egyre olcsóbbak lesznek a technikai fejlődéssel, illetve a rendszer elterjedésével, amelyikben bele van építve ez a dekóder, és akkor egy televízióval lehet fogni a digitális adásokat, és ezeket úgy hívják, hogy integrált digitális televízió. Az új interaktív technológiával néhány év múlva a mai televíziózáshoz képest hihetetlen trükköket lehet majd megvalósítani. Kihagyhatók lehetnek a filmeket félbeszakító reklámok. Egy sportesemény megtekintése közben választani lehet a felvett program kameraállásai közül, de az sem kizárt, hogy akár egy mobiltelefon is hordozható televízió készülékké váljon a jövőben. A médiatörvény megalkotásakor a digitális televíziózás még csupán távoli álom volt. Ha az elkövetkező években itthon is elkészítik az új eljárás bevezetéséhez elengedhetetlen törvényi szabályozást, akkor már Magyarország is remek pozícióból bizakodva várhatja a frekvenciák újraosztásáról rendelkező 2005-ös stockholmi konferenciát. Az ételek tartósításának igénye régmúlt időkre tekint.